Nagyon aprólékos. Zajlik a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara által meghirdetett rajzversenyre beküldött művek zsűrizése. A versenyre 16 iskolából 360 gyerek küldte be a pályázatát. Az iparkamara szakképzési vezetője, pályaorientációs tanácsadója és két tankerület szakemberei választották ki a legjobb műveket. A rajzpályázat a Kamara Szakma Aréna elnevezésű pályaválasztást segítő szakmai napja helyett lett meghirdetve, célja pedig nem más, mint a szakmák népszerűsítése, a tudatos pályaválasztásra való felhívás. Az alsó tagozatosoknál a Mi leszek, ha nagy leszek, ez volt a pályázat címe, illetve a felső tagozatosoknál tudatosan tanulj tovább, milyen lesz a jövő szakembere 2050-ben. A gyerekek a környezetvédelem, állatvédelem, űrtechnológia, mezőgazdaság témakörökben alkottak, és a legtöbben nem egy, hanem többfajta eszközt, technikát alkalmaztak a művek létrehozásához. Gratulálunk, és így ugyanilyen ügyesen tovább, jó? Kissé félénken vette át az első helyezettnek járó díjat Jakab Zoé, a szekszárdi gyakorló általános iskola első B-osztályos tanulója. Az alsó tagozatosok közül ő lett az első helyezett. Azt mondja, azért rajzolta le magát és több számára érdekes foglalkozást, mert nem tudott választani azok közül. Emberorvos, az állatorvos, a körmös, a fodrász, az úszómester és a cukrász. A felső tagozatosok közül pedig Kerekes Kata, az Aparhanti Általános Iskola 6. osztályos tanulója bizonyult a legjobbnak.